Leleplezték Betlen Gábor egész alakos szobrát a Magyar Református Egység napja alkalmából Gyulafehérváron. A leplet Novák Katalin, Magyarország köztársasági elnöke jelenlétében Kató Béla, az Erdély Református Egyházkerület püspöke oldotta le. Kétnapos rendezvénysorozat előzte meg a Magyar Református Egység napjának megünneplését. Felszentelték 10 dél-erdélyi egyházközség felújított templomát. Az egységnapi esemény Betlen Gábor fejedelem egész alakos szobrának leleplezésével kezdődött. Kató Béla püspök, Novák Katalin köztársasági elnök és Gabriel Plesa gyulafehérvári polgármester tárta fel Deák Árpád szobrász alkotását. Akkor, amikor az egyház, a történelmi egyházak, a politikum, a civil szféra, a nemzeti érdekeltségű civil szféra és az anyaország összefog, akkor semmi sem lehetetlen. Akkor létre lehet hozni egy olyan nagyságrendű eseményt, mint a Református Egység napja, és Gyulafehérvár közterén Betlen Gábor szobrot lehet avatni. A szobrot az egykori Collegium Academicum épületének közelében állították fel, amelyet a fejedelem alapított 1622-ben. A rendezvény a köszöntőbeszédekkel folytatódott. Novák Katalin Magyarország nemrég hivatalba lépett köztársasági elnöke kiemelte, kifejezetten fontos ápolni Erdély és az anyaország közötti kapcsolatot. Az itt élők hite, élni akarásas vendégszeretete. Ő is erősíti azt a köldökzsinort, amely nem csak egymással köt össze bennünket, hanem közös jövőnkkel is. A köldökzsinort az anyaország és a tőle elszakított magyarok között soha nem fogjuk és soha nem hagyjuk elvágni. Az RMDS szövetségi elnöke felszólalásában kiemelte, hogy az a tény, hogy Gyulafehérváron Betlen Gábor szobra áll, egyebek mellett azt is jelzi, hogy a város többségi közössége befogadta egyik kisebbségének, nemzeti közösségének történelmi hősét. Az ilyen gesztusok világosan jelzik, hogy lehetnek a múltunkban párhuzamosságok, lehet egyet nem értés a múlttal kapcsolatosan, sőt vita is lehet, de a jelenünk közös. És ha van egy kis eszünk, akkor a jövőnk is az. Betlen Gábor szobra itt, Gyulafehérváron sok egyéb mellett erről is tanúskodik. Az ünnepi beszédeket követő hálaadó Isten tiszteleten Balogh Zoltán, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke hirdette az igét. Az eseményen közel 2500 személy vett részt a Kárpát-medence minden szegletéből.